Nézzük meg, hogy milyen bonyodalmakat rejtett magába az, hogyha külső adattárakat használunk a moduli rendszerünkben. Válaszunk egy olyan objektum típust, amihez lehet külső adattárból fájlt hozzáadni, és nyomjuk meg a hozzáadás gombot. Akkor az állomány választót látjuk. Ha utoljára Google Docs-ot használtam, és ki van választva külső tárnak a Google Docs, akkor be is tölti az utoljára használt Google Docs fióknak a tartalmát. Ugye itt az a fontos, hogy mikor jön a következő felhasználó ugyanannál a gépnél, akkor ne ezt lássa. Ahhoz több dolog is kell. Egyrészt azon a gépen, amin vagyunk, azon ne legyen bejelentkezve az illető. Ugye, hogyha kilépünk, akkor nyilván ki fogunk lépni a Google fiókunkból. Illetve, hogy minden egyes alkalommal, amikor befejeztük a munkát a modulunkkal, akkor lépjünk ki a fiókunkból. De nem elég így kilépni, mert utána a következő alkalommal, amikor jön a következő belépő, és azt mondja, hogy hozzáadás, akkor ezt a belépés gombot fogja megtalálni, és a belépés gombbal újra a fiókunkat fogja föl kínálni a Moodle, és a hozzáférés biztosítása gombbal mindenféle jelszó megadása nélkül újra hozzáfér ehhez a tartalomhoz. Ezt szeretnénk mi elkerülni, tehát amikor kilépünk, majd utána belépés gombot megint megnyomjuk, akkor hozzáférés megtagadására kell kattintanunk, majd ki a Google főoldalra akár, és itt ki kell lépnünk a fiókunkból, ahhoz, hogy legközelebb a felhasználónak ne tudja felkínálni ezt. Tehát, hogyha én most innen kilépek, majd újra hozzáadásra megyek, akkor már kéri a felhasználó nevet és a jelszót. Tehát ezzel léptem ki véglegesen például Google Docs-ból.